Eddigi évekhez hasonlóan egy rövid értékelést fogunk kapni a borokról és a pálinkáról is. A 12. Csikóstötősi bor és pálinka verseny eredményeit hirdették ki március elején. A Tornamegyei település faluházában oklevéllel díjazták a nevezőket. Elsőként a pálinkákat értékelték és adták át az elismeréseket. Idén 42 italt kellett rangsorolnia a zsűrinek. Az arany, ezüst és bronz minősítések mellett az év pálinkáját is megválasztották. Ezt dr. Pulai János nyerte el. Kajszibarackból készült a pálinka. Az Alföldről, ugye területünkön sajnos tavaly nagyon kevés kajszi termet, úgyhogy az Alföldről hoztam, vagy hozattam az alapanyagot. Azt sem tudtam, hogy milyen típusú. Meghozták, megcsináltuk a cefrét, annak rendjen módja szerint lefort, 8. napon kifőztük, és hát ez lett belőle. Én meglepődtem rajta, megmondom őszintén, de nagyon jó érzés, hogy megválasztották az év pálinkájának. Én nagyon sok pálinkát főzök, ugye a néhai vajdaságból kerültem ide Magyarországra, és nálunk a pálinka főzésnek nagyon nagy hagyománya volt, van, lesz. Nálunk tényleg nagyon jó pálinkákat tudnak az emberek főzni, szabadon főzhetik a pálinkát, és hát ott versenyeznek, mint itt is most már, hál' Istennek, ugye egyre jobbak a pálinkák, úgyhogy hát én nekem nagy boldogság ez, hogy megválasztották az év pálinkájának. A pálinkák után a borok következtek. A szőlőből készült nedűből 32 mintát kóstoltak a bírák. 15 vörös, 13 fehér és 4 rozé fajtájú italt értékeltek. A vörösek közül 6 arany, 7 ezüst és 2 bronz, a fehérek közül 4 arany, 3 ezüst, 6 bronz, míg a rozék közül 3 arany és 1 bronz érem talált gazdára. A borok között is volt egy kimagasló, ami az év bora címet nyerte el. Az italt Tóth Péter készítette. Ez egy királylányka, hát 18-as mucsfoka volt, le lett bogyózva, hagyományos erjesztéssel, üvegbalomba tároltam, ugye vár, nem fahordóba. Hát többször fejtettem, most egy különösebben mást nem tudok róla mondani. Ez egy meglepetés volt nekem is, hogy ez lett az évbora. Egy elismerés számomra, mert most fiatal borász, vagy hát ilyen kedvelő, borkedvelőnek, ez a nagy elismerés ez. A borokról szólva Stemmler József elmondta, a 2018-as esztendő egy nagyon jó évjárat. Korán kezdődött a tavasz, korán elindultak a szőlők, a nyár is kedvezett igazából, különösebb betegség, kevés csapadék volt, voltak különböző betegségek, elkerülték igazából a szőlőket ezzel összefüggésben. Sok napsütéses óra száma viszont eléggé előre hozta a szüreteket, tehát korán voltak a szüretek. A boroknak a cukorfoka igazából már elérte erre ezt a szintet, ami kellő, megfelelő volt, viszont a nagy meleg miatt, hogy ne égjenek ki a szőlőből a savak, el kellett kezdeni a szüretet. Úgy gondolom, hogy kiváló borokat lehetett ezekből a szőlőkből készíteni, aki megfelelő technológiát és hát higiéniát, hordókezelést alkalmazott. Vannak egész korán érő borok, a fehér boroknál az írsai, olivér, a muszkátó tonel, ezek már igazából mártonnapra hát forgalomba kerülnek. A következő ugye a rozéborok, amik szintén egy ilyen korán érő borok, és fogyasztásuk is minél előbb javasolt, ugye, mert akkor van a megfelelő üdeségük nekik. A vörös boroknál ugye ott is vannak korán érő borok, először talán az Oporto, aztán Blauburger, Kékfrankos, és ugye vannak a későn érő borok, a Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Shiraz, amelyik igazából hát a másodéves korára kezdi kiadni azokat az ízeket, illatokat, amiket elvárni tőle. De már ezen a versenyen is jól szerepeltek az új borok, hangzott el az eseményen. Az eredményhirdetés után vacsorával készültek a szervezők, a nevezett mintákat pedig szabadon kóstolhatták a résztvevők.